A felélés büdzséjének tartja az LMP a jövő évi költségvetést. A párt szerint a családok és az igazán rászorulók helyett a kormány közeli üzleti kör kiszolgálása folytatódik majd 2024-ben is. Csárdi Antalt kérdezzük. Voltak éppen, persze érdemes beszélnünk a 2024-es költségvetésről, de másfelől meg azért nem, mert a 2023-as sem egy befejezett történet, tehát az is folyamatosan módosul, és mert az is egy éves lassan. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igen, azt gondolom, hogy nem lehet máshogy beszélni a 24-es költségvetésről, mint hogy visszatekintsünk, vagy beletekintsünk a folyóévi költségvetésbe, amivel kapcsolatban szerintem érdemes elmondani, hogy azt is ideje korán nyújtotta be a kormány, mint minden évben az elmúlt években, és szeretném elmesélni, hogy, és mindenkit emlékeztetni arra, hogy amikor benyújtotta a kormány a 2023. évi költségvetést, ha jól emlékszem, 5,8%-os inflációval tervezte az ez évi költségvetést, és pontosan tudjuk, hogy több mint 10 hónapja 20% fölött van az infláció Magyarországon. Tehát ennyire lehet előre tervezni, vagy ennyire lehet megbízni egy olyan költségvetésben, amit ennyire korán nyújtanak be. Azt gondolom, hogy most júliusban nem lehet látni még, hogy milyen gazdasági folyamatok indulnak el 2024-be, és ennek a lényegesen pontosabb ismerete nélkül, hát ami történik, az találgatás nagyobb részt. Találgatás, de hát végül is egy sommás véleményt már így is alkotott róla, hogy az a jövő felélésének, majdnem nem tudtam kimondani, szóval a jövő felélésének a költségvetése. Igen, a jövő felélésének a költségvetése, hiszen tökéletesen kiszolgálja azt a gazdaságpolitikát, amit Magyarország ma végez hazánkban. Itt értelemszerűen első körben és leginkább kiemelten az akkumulátorgyáraknak az egészen észszerűtlen mennyiségű betelepítéséről beszélünk. Egy olyan iparágat próbál meghonosítani az Orbán kormány hazánkban, amire Magyarország nem alkalmas. Gyakorlatilag az történik, hogy az akkumulátorgyáraknak az ide telepítésével termőföldjeinket pazaroljuk el ipari célokra, elpazaroljuk a víztartalékunkat egy olyan időszakban, vagy egy olyan környezetben, amiről mindenki tudja, hogy rendkívül magas a kockázata, hogy kiszárad a Kárpát-medence, és nem utolsó sorban azt gondolom, hogy gyakorlatilag kiárusítja hazánkat jellemzően távol-keleti államok számára, mert azokat a vegyi eljárásokat itt fogják elvégezni, amit otthon nem végezhetnek el, vagy amit fejlett nyugat-európai országokban nem végezhetnek el. Inkább ez a kulcsa, hogy közel kerülni az Európai Unióhoz. De hát itt vannak az autógyárak, az ő kiszolgálásuknak logikus helyszíne egy közeli bázis, mert az esetben a magyar autógyáraknak Magyarországon. Én értem ezt a megközelítést, nem értek vele egyet. Azt gondolom, hogy olyan helyre kell telepíteni akkumulátorgyárakat, ahol megfelelő víz tartalék vagy víz ellátást tudnak biztosítani. A szennyvíz újrahasznosítása nem elfogadható szempont? A szennyvíz újrahasznosítása az egy mellébeszélés. Minden szennyvíztisztító üzem, amelyik üzemel ma Magyarországon, a működési engedélyében precízen le van írva, hogy az, amit hibásan egyébként sokan szürkevíznek neveznek, tehát ez a tisztított szennyvíz, ez milyen felhasználás, vagy hova fog elkerülni. Nem utolsó sorban, ahhoz, hogy ezt a folyadékot, vagy ezt a vizet ipari célokra tudjuk használni, ez további tisztítást igényel, és a legnagyobb problémánk ott van, és itt vissza kell csatolnom a költségvetéshez, hogy a magyar kormány gyakorlatilag nekiáll egy olyan fejlesztés politikának, egy olyan fejlesztések sorozatát próbálja megvalósítani, aminek nem a magyar társadalom lesz a nyertese, hanem az ipari felhasználók lesznek. Tehát a tisztítóberendezéseket, az infrastruktúrát mind-mind azért és csak azért, és csak abban az irányba fejleszti a magyar állam a költségvetésben, hogy kiszolgálja az ipari létesítményeket. Hát igen, és akkor pedig a következő érv, hogy ez majd a GDP-t növeli, ez pedig társadalmi érdek, ez majd mindenkinek jó lesz. Igen, igen. Tehát, hogy nagyon nehéz erre érzelmek nélkül bármit is mondani, tehát, hogy növeli a GDP-t, csak ez a GDP nem fogja növelni érdemben az adóbevételeket, és hogyha levonjuk az egyébként
az általuk képzett GDP-t és adóbevételeket abból a költségből, amit mi erre ráfordítottunk. Tehát állami támogatások, fejlesztések, az erőművek, új erőművek létrehozása, csak azért, hogy legyen elég energiánk, hogy működtessük. Gázerőművek, amik szintén megkérdezhetőek. Ami ugye erősíti a fosszilis energiafüggőségünket, erősíti Oroszországgal kapcsolatos függőségünket, de hogy ha megnézzük, akkor ennek egy mind negatív egyenlege lesz. Ráadásul társadalmi haszna sincs, hiszen a gyárakban dolgozók túlnyomó többsége vendégmunkás lesz, mert Magyarországon munkaerőhiány van. Azt is mondja, itt most megkerestem közben, hogy mindeközben a humán tőkébe nem fektet a kabinet, miközben ez az egész zajlik, amit itt most itt felsorolt, meg még a kormány közeli üzleti kört is emlegeti. A humán tőke alatt akkor itt most konkrétan az oktatás, az egészségügyet, a kultúrát értsük? Igen, igen. Azt gondolom, hogy... Kutatás fejlesztése, akkor ezt így lehet sorolni. Igen, tehát hogy arról beszélünk, hogy ahelyett, hogy abban keresnénk a vagy teremtenénk meg a magunk versenyelőnyét a versenytársainkkal, és beszéltek a V4-ekről, vagy általában az Európai Unióról, hogy képzett embereket eresztünk a piacra, hogy megtanítjuk a gyermekeinket modern tudásra, ahelyett gyakorlatilag a magyar gazdaság, a magyar gazdaságpolitika kifejezetten az alacsony hozzáadott értékű és olcsó munkaerőre épít. És azt gondolom, hogy ennél nagyobb bűnt nem követhet el állam a saját állampolgáraival szembe, és ha picit tovább megyünk egészségügy felé, szerintem döbbenetes nézni, hogy milyen sunyi módon próbálják meg kiszervezni az egészségügyi ellátást a társadalom alól. Egy példát hadd mondjak, a feleségem eljár segíteni egy a kerületben élő idős hölgynek, akihez nem fog tudni kimenni az orvos, mert nem vehet vért tőle már az orvos, hanem ezt majd csak szakorvos teheti meg, és gyakorlatilag innentől kezdve az az út, ami eddig arról szólt, hogy az idős hölgy fölhívta a házi orvosát, és megkérte, hogy időszerű lenne megint a vérvizsgálatnak, hogy ezt nézzék meg. Most ehhez gyakorlatilag beutaló kell, és kell futni egy nagy kört, el kell mennie, nem tudnak hozzá házhoz kimenni, tehát borzalmas állapotok vannak a humán erőforrásba való befektetésekbe. És most még csak a költségvetésről beszélgettünk voltaképpen. Igen. Csárdi Antal, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.